Emlékezz Betániai Máriára, és lévén Betániában, a leprás Simon házában, amint az étkezésnél ült, odajött egy asszony, kezében egy alabástromláda, melyben nagyon drága tövisfűkenőcs volt. És eltörte a dobozt és a fejére öntötte. És voltak, akik felháborodtak magukban, és azt mondták, miért volt ez a kenet pazarlása. Mert lehet, hogy több mint 300 penyért eladták volna, és a szegényeknek adták volna, és zúgolódtak ellene. Jézus pedig mondta, hagyd őt békén, miért zavarod őt? Jó munkát végzett velem, mert a szegények mindig veletek vannak, és tegyenek velük jót. Amikor csak akartok, de én nem vagyok mindig veletek. Megtette, amit tudott, előre jött, hogy felkenje a testemet temetésre. Az igazat mondom, bárhol hirdetik ezt az evangéliumot az egész világon. Arról is, amit tett, emlékül fognak beszélni. Márk 14:3-9. Aki Jézus Krisztus megment. Fiút szül, és nevezd el a nevét Jézus, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Máté 1:21. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3:16. Mondanék Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. János 14:6. Nincs üdvösség sem másban, mert nem adatott az embereknek más név az ég alatt, amely által üdvözülhetnénk. Abcsel 4:12. Mert mindenek előtt azt adtam át nektek, amit én is kaptam. Hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és hogy eltemették, és harmadnapon feltámadt az írások szerint. 1 Korinthus 15:3-4. Akiben van megváltásunk az ő vére által, a bűnök bocsánata. Kegyelmének gazdagsága szerint, Efézus 1:7. Négy igazság van, amit teljesen meg kell megértnünk, első Isten nagyon szeret téged. Azt akarja, hogy örök életet lehet amennyiben vele, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. Hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3:16. Azt akarja, ha bőséges és értelmes életid lesz vele. Nem azért jön a tolvaj, hanem lopni, ölni és pusztítani, azért jöttem. Hogy életük legyen, és hogy bővölködjenek. János 10:10. Ezek ellenére sokan nem tapasztalák az értelmes életet, és nem biztosak, van-e örök életük, mert. Második. Az ember természetétől bűnös, ezért választva el Istentől, mindenki bűnött, mert mindenki vétkezett, és hiány van az Isten dicsőségének, Római 3:23. Mert a pénz szeretete minden rossznak a gyökere. 1 Timóteusz 6:10. A bűn véze a halál, mert a bűn zsoldja a halál. Róma 6:23. Biblia két halál típusát meghatároz, fizikai halál. És amint az embereknek megvan rendelve, hogy egyszer meghalljanak, de azután az ítélet, Zsidók 9:27. Lelki halál vagy örök elválasztás Istentől a pokolban. De a félelmeteseknek és hitetleneknek és utálatosaknak és gyilkosoknak és paráznáknak, varázslóknak.
Álványimádóknak és minden hazugoknak lesz részük a tűzzel és kinnel égő tóban, ez a második halál. Jelenések 21.8. Az ember a bűne miatt elválaszthatja Istentől, ezzel egy a megoldás a problémára. Gyakran úgy gondoljuk, hogy a megoldások vallás, jó munkák és jó módszer. De Istentől csak egy megoldás van. Harmadik. Jézus Krisztus az egyetlen út a mennybe. Ez Isten nyilatkozata. Mondta néki Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. János 14.6. Bűneinkért kifizette a teljes büntetet. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz a hamisakért, hogy Istenhez vezessen minket, testben meghalt, de lélek által megelevenítve, 1 Péter 3 óra 18 perc. Akiben van megváltásunk az ő vére által, a bűnök bocsánata, kegyelmének gazdagsága szerint, Efézus 1.7. Van az örök élet ígérete. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, és aki nem hisz a fiúban. Nem lát életet, de az Isten haragja rajta marad. János 3 óra 36 perc. Mert a bűn zsoldja a halál, de az Isten ajándéka az örök élet a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Római 6 óra 23 perc. Egyedik. Hisznünk kell Jézus Krisztusban, hogy mentesünk. Üdvösségünket Isten kegyelme a Jézus Krisztusba való hitáltal köszönöm. Mert kegyelemből üdvözültek hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, nehogy valaki dicsekedjék. Efézus 2.8-9. Mert aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Római 10 óra 13 perc. Bűnös imája. Úr Jézus, köszönöm, hogy szeretsz. Bevallom, hogy bűnös vagyok, és kérem a bocsánásodat. Köszönjük a kereszt halálát, temetését és feltámadását, hogy minden bűnért megfizeltettek. Bízok rád, mint Uram és megmentőm. Elfogadom az örök élet ajándékát és az életem neked adom. Segíts meg minden parancsot tartásnak, és légy kellemes a szemedben. Ámen. A bízol Jézus Krisztusban, a következő történt veled, örök élet Istenvel. És ez az akarata annak, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen. És én feltámasztom őt az utolsó napon. János 6 óra 40 perc. Minden bűnéd megfizetett és megbocsátásra volt. Múlt jelen jövő. De ez az ember, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért mindörökké. Beült az Isten jobbjára, Hebérek 10 óra 12 perc. Új teremtés vagy Isten számára. Ez az új élet kezdete. Ha tehát valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme minden újjá lett. 2 KORINTHUS 5 óra 17 perc. Isten gyermeke letted, de mindazoknak, akik befogadták őt, hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak is, akik hisznek az ő nevében, János 1 óra 12 perc. Jó munkák nem az üdvünk módja, hanem megüdítésünk bizonyítéka vagy gyümölcse. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtettek, amelyeket Isten előre elrendelt, hogy azokban járjunk.
Efézus 2:10. Isten áldjon!